Köszöntöm kedves nézőinket, a Nagykun polgári kör mai vendége, Fodor Csaba, a Nézőpont Intézet elemzője. Szeretettel köszöntöm, mit kell önről tudnunk, milyen kötődése van városunkhoz, Karcaghoz. Jó napot kívánok, hát valóban annyiban kötődök a városhoz, hogy itt születtem és itt éltem le életem első 11 évét, tehát ebből a szempontból mindenképpen kötődök a városhoz. A családomnak az egyik része pedig itt él konkrétan a városban, tehát ha nem is mondom azt, hogy gyakran szoktam jönni látogatóba, de azért igyekszem, amikor időm engedi, és a munka is kevesebb, akkor mindenképpen igyekszem néhány hosszú hétvégét itt tölteni. Azt ugye már az interjú előtt elárulta nekem, hogy mindössze 23 éves, de már a Nézőpont Intézet elemzője. Mit kell tudnunk a pályájáról, hogyan alakult, hogyan kapcsolódott be az életébe a politológia tudománya? Az egyetemen engem a választáskutatás foglalkoztatott, és Magyarországnak van egy új választási rendszere. A Nézőpont Intézet pedig egy olyan munkatársat keresett, aki ért a választási rendszerekhez, illetve valamilyen szinten a jogszabályokat is átlátja, és az egyetemi tanulmányomat én jogászakon kezdtem, úgyhogy onnastól kezdve már csak a véletlenek sorozata vitt lényegében a Nézőpont Intézethez, hiszen a Nézőpontnak a vezetője, Mráz Ágoston az egyik tanárom volt az egyetemen, találkoztunk egy órán, kiderült az érdeklődési köröm, és onnastól kezdve adta magát a feladat, ami a Nézőpontnál várt. Mi a véleménye, hogyha ez a szakterülete az új választási rendszerről? A választási rendszer nagyon sok kritikát kapott, ezek inkább politikai természetű kritikák voltak. Én azt gondolom, hogy mindenképpen jó irányba tolja el a politikai rendszert az új választási rendszer, hiszen elősegíti azt, hogy egy relatív többséget szerző párt is tudjon önállóan kormányozni 2014 után, tehát ne kelljen koalíciós alkudozásokba beleesnie. Ennek azért van előnye, mert az már most is látszik a közvéleménykutatási adatokból, hogy viszonylag szoros lesz a 2014-es választási eredmény. Éppen ezért jó, hogy egy olyan választási rendszerünk van, ami után egy választási helyzet után nem kell majd a pártoknak hadakozni egymással, hogy kivel szeretne együtt kormányozni, hanem a győztes önállóan is véghez fogja tudni vinni az elképzeléseit. Miben fog az megnyilvánulni, hogy szoros lesz majd az eredmény, itt mire gondol? Ha megnézzük az adatokat, és nem csak a Nézőpont közvéleménykutatási eredményeit, hanem más intézetek adatait is, akkor azt látjuk, hogy körülbelül 30%-os Fidesz tábor áll szemben egy 20-22%-os egyesített baloldali szavazó tömeggel, egy szimpatizáns tömeggel. Tehát én azt gondolom, hogy ha a kormányváltó bizonytalanokat és az egyéb bizonytalanokat is hozzászámoljuk a baloldalhoz, az már mindenképpen egy éles választási küzdelmet vetít előre, és a Jobbik is egy létező politikai erő azért. Ne becsüljük le azokat a tartalékokat, amiket a Jobbik képvisel, főleg regionális szinten. Hogyha a Jobbiknak a regionális beágyazottságát vesszük alapul, Észak-Magyarországon és Észak-Alföldön tud a Jobbik is meglepetéseket okozni. Az eheti közvéleménykutatási adatok szerint, ha most vasárnap lenne a választás, akkor ugye a Fidesz fölényesen nyerne, bejutna a Jobbik, a szocialista párt. Szerintük még most, vagyis a közvéleménykutatási adatok szerint bejutna az LMP, viszont nem jutna be a demokratikus koalíció. Ön hogy látja, mi lesz a felállás? Mindig hibahatáron belüli ingadozások vannak, tehát minden kutatásnak azért van egy 2-3%-os hibahatára. Ezért az LMP kapcsán ugyan érdekes valóban, hogy a párton belüli konfliktusokat követően 4-5%-ra mérik a közvéleménykutatók a zöld pártot, a magyar zöld pártot, ugyanakkor hosszú távú trendeket érdemes nézni mindig. Én is mindig ezt teszem, tehát egy fél éves trendben érdemes felvázolni azt a bizonyos vonalat, ami megmutatja a pártoknak a támogatottságát, és ez alapján az látszik, hogy a Fidesz továbbra is őrzi a relatív előnyét. A teljes népesség körében egy 30-35%-os sávban ingadozik a pártnak a szimpátia indexe. Hogyha azokat a választókat veszük alapul, akik biztosan ígérik a részvételüket egy most vasárnapi választáson, és meg is neveznek konkrétan egy politikai erőt, ott a Fidesz sokszorozza ezt az előnyét, mivel a szimpatizánsai sokkal eltökéltebbek, és sokkal könnyebben lehet őket aktivizálni, ezért ez az érték felszorzódik olyan 40% körüli értékre, ez van, ahol több, van, ahol egy kicsit kevesebb, de átlagosan egy 40%-os értéket tudna elérni a párt egy most vasárnapi választáson, a listás szavazatokat illetően. A második helyen a baloldal áll, ezen belül is az MSZP. Az MSZP továbbra is a baloldal legerősebb pártja, ugyan megjelent a Demokratikus Koalíció és Gyurcsány Ferenc pártja, de ez a párt kis pártként nem tudott az 1-2%-os sávból soha
ennél magasabb szintet realizálni. Bajné Gordon politikai formációja az Együtt 2014 választási szövetség az, ami még bőven a parlamenti küszöb fölé mérhető, de én tényleg mindig úgy szeretem értelmezni ezeket az adatokat, hogy a baloldali pártokra leadott fiktív szavazatokat esetleg összegezzük, mert ez mutatja meg a baloldalnak az igazi, valódi erejét, ugyanis arra lehet számítani, hogy nyilván lesz valamilyen megállapodás a baloldalom, és adott esetben ez azt fogja jelenteni, hogy ahogy említettem az előbb, nagyon szoros lesz a 2014-es választás. Még a Jobbikról nem beszéltem, a Jobbik országos támogatottsága egy 10-15%-os sávban ingadozik a teljes népesség körében mért adatokat figyelembe véve. A biztos szavazó pártválasztó is ilyen 17-19% körüli értéket tudnak elérni, hát stabilan őrzi a harmadik politikai erőnek a szerepét. Ugye most lehetett arról olvasni a napokban, hogy Gyurcsány Ferenc esetleg majd megnevezi az Összödi beszéd kiszivárogtatóit. Ez, hogyha valóban megtörténik, akkor milyen helyzetbe fog kerülni a szocialista párt? Nem tudom, hogy mennyire lesz hiteles az, amit ő mond őszintén szólva. Nem azért, mert ismerik az ő politikai múltját, hanem azért, mert hitelt érdemlően ezt a kérdést nem lehet szerintem ilyen időtávlatban eldönteni. Tehát lehet, hogy mond három olyan nevet, akinek mondjuk köze sincs a kiszivárogtatáshoz, viszont konkrét politikai, taktikai megfontolások állnak a volt miniszterelnök mondatai mögött, vagy konkrétan emögött a jelenség mögött. És nagyon az látszik, hogy a politikai bulvár kategóriából próbál kitörni, de láthatóan a baloldalon sem veszik már őt komolyan. Két éve még minden elemző azt mondta, hogy Gyurcsány Ferenc egy baloldal számára nem üdvös, de megkerülhetetlen személyiség. Azért a számok most már azt igazolják, hogy abszolút megkerülhető. Arra lehet számítani szerintem reálisan, hogyha létrejön egy baloldali együttműködés, akkor a demokratikus koalícióban lesznek olyan képviselők, akik majd felkerülnek a közös baloldali országos listára, de nem hiszem, hogy Gyurcsány Ferenccel komolyan számolna a jelenlegi baloldali vezetés, mondjuk az MSZP, vagy mondjuk Bajnai Gordon sem. Látják, hogy ő többet visz az együttműködés támogatók táborából, mint amennyit hoz. Elképzelhető-e az ön szerint, hogy az Együtt 2014 esetleg elfogy jövőre, szétesik, szétcsúszik? Ők most építik a szervezetüket, mindenképpen összetartja őket az a politikai érdek, hogy Bajnai Gordon legyen a baloldal közös miniszterelnök jelöltje 2014-ben. Ez egy komoly politikai érdek, tehát nem számítok arra, hogy szétesne ez a politikai formáció. Annál is inkább, mivel még hogyha nem is lesz mögöttük stabil szervezet, de Bajnai Gordon személye, és azok az imázsok, amit hozzápróbálnak meg kapcsolni a baloldal részéről, hogy ő szakértői miniszterelnök volt, tudja magát függetleníteni pártpolitikai csatározásoktól, ezek ebben a kultúrkörben, a baloldali ideológiai körben nagyon erősen érvényesülnek. Tehát nem számítok arra, hogy szétesik a politikai formációja. Azt viszont el tudom képzelni, hogy ha nem igazolják majd a számok Bajnai Gordon stratégiáját, vagy egy összefogásra készülő baloldalnak a stratégiáját, azt el tudom képzelni, hogy azt mondja, hogy akkor legyen mégis egy olyan miniszterelnök jelöltje a baloldalnak, akit talán mi még ma nem is ismerünk, de Megyesi Péterhez hasonlóan az utolsó pillanatban dobnák be ennek a ma még ismeretlen arcnak a nevét. Emlékezzünk vissza arra, hogy 2002-ben Megyesi Péter nevét nagyon későn dobták be a köztudatban. A köztudatban nem használódott el a neve a választási kampányban, és ez megzavarta a Fidesznek a stratégiáját is. Most az a helyzet, hogy még nincs egységes alternatívája a kormányzó jobbközéperőnek a Fidesznek. Látjuk azt, hogy mozgolódások vannak a baloldalon belül, mindenki megpróbálja a saját pozícióját erősíteni, de szerintem őszre vagy legkésőbb decemberre ki fog derülni, hogy pontosan milyen felállásban indulnak majd neki a következő választásnak. Ön szerint ki lesz az a név a baloldalon? Lehet-e esetleg ilyen jóslatokba bocsátkozni? Nézd, a tanácsot nem akarok adni nekik semmiképpen. Biztos vagyok benne, hogy Mesterházi Attila, Bajnai Gordon és egy ma még talán nem ismert olyan személy között fog eldőlni ez a kérdés, aki szimpatikus lehet a jobb-közép szavazóknak is, de be tudják mögé tolni a baloldalt, mint egységes politikai, talán már akkor egységes politikai erőt. Biztos vagyok benne, hogy a három karakter közül fogja valaki a baloldalt képviselni 2014-ben. Mindegyik opció mögött van politikai racionalitás, mindegyiknek van komoly kockázata is, hogy végül melyik verziót fogja választani a baloldal, azt én most nem fogom tudni megmondani, de szerintem ők sem tudják még, hiszen a számokat ők sem látják,
azt, hogy ősszel és jövőre télen, a választás előtt közvetlenül fél évvel hogyan fog állni a saját szimpátia indexük és a saját társadalmi támogatottságuk. Mi a véleménye, milyen most a politikai hangulat hazánkban, illetve ha igazán beindul, elkezdődik a kampány, akkor mire számíthatunk, milyen kampányra? Ez egy ilyen közhely már elemzők között, hogy minden eddiginél durvább és személyeskedőbb kampány lesz, ebben biztos vagyok benne, hogy ez így lesz. Ami a közhangulatot illeti, azt szerintem kellene tagadni, hogy sokan elégedetlenek. Tehát, hogyha megnézzük a kormány munkájával szemben elégedetleneknek az arányát, akkor egy meglehetősen magas indexszámot kapunk, viszont van egy ennél érdekesebb adat szerintem, az az ellenzéki munkával szemben elégedetleneknek az aránya, ugyanis az emberek többsége nem csak, hogy nem elégedett a jelenlegi viszonyokkal, a kormány munkájával, negatívan ítéli meg a kormány munkáját, ezt kellene tagadni, de az ellenzék munkáját még negatívabban ítélik meg. De tényleg az látszik, hogy nem találják az emberek a választható alternatívát a Fidesz-szel szemben. Van egy egységes jobb-közép erő, van egy egyértelmű vezetője a pártszövetségnek, egy világos program mentén folyik a kormányzás. Ezzel szemben az ellenzéki oldalnak a két pólusa nem tud egységes alternatívát kínálni, és ez látszik a közhangulaton is. Hiába van elégedetlenség a kormány munkájával szemben, még ha egyébként nem is olyan rossz azért ez az érték, akárhogy is nézzük, de ez nem jelenti azt, hogy az ellenzék népszerű tudna lenni. Milyen érzés, hogy szülővárosába hívták meg előadni, tartotta itt már előadást? Előadást nem tartottam, mindenképpen jó érzés, és remélem, hogy elégedettek lesznek majd a előadásra. Köszönöm a beszélgetést, és további sikeres munkát kívánunk Önnek. Köszönöm.